Munkaerőhiány. Elsősorban műszaki szakemberekre és betanított munkásokra lenne szükségük a megyében letelepedett multinacionális cégeknek. Új helyen. A korábbi városháza épületébe költözött át a kemecsei rendőrőrs, amely 25 munkatárssal felel a környék biztonságáért. Folyamatos drágulás. Duplájára emelkedtek az albérlet árak 2014-hez képest. A növekedés nem csak a fővárosban, de a nagyobb városokban, így Nyíregyházán is jellemző. Munkaerőhiány van a megyében letelepedett multinacionális cégeknél. Elsősorban műszaki szakemberekre és betanított munkásokra lenne szükségük. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nyírbátorban a fejlesztések hatására havonta akár 50-100 fő felvételét is tudják majd biztosítani az ipari parkban folyamatosan bővülő vállalatok. Máté Szalkán is hasonló a helyzet, ahogy az ERT-nél heti rendszerességgel van felvétel. A szemüveg lencséket gyártó Hoya ZRT a Mátészalkai Ipari Parkban jelenleg 1000 főt foglalkoztat, most is további 47 dolgozóra lenne szükségük. Heti rendszerességgel van munkafelvétel, de jó munkaerőt nehéz találni, pedig többnyire betanított munkáról van szó. Ettől függetlenül a vezérigazgató helyettes elmondása szerint fontos, hogy a dolgozók alapvető számolási készségekkel, intelligenciával rendelkezzenek, mivel félautomata, automata gépekkel is kell dolgozniuk. Heti szinten olyan 5-10 embert fel tudunk venni, ez adódik abból is, hogy a folyamatosan bővül a létszámunk, illetve a fluktuációt ugye pótolnunk kell folyamatosan, és azzal szembesülünk, hogy ez a heti 5-10 ember ez azért nem jön össze minden héten. Nyírbátorban 10 éve erősödik a gazdaság, folyamatosan bővítenek az ipari parkban letelepült cégek. A repülő alkatrészek gyártásával foglalkozó Dealer Cabin Hungary Kft. Például tavaly év végén adta át új üzemcsarnokát, amivel fokozatosan duplájára növeli a foglalkoztatotti létszámot. Ezzel párhuzamosan növekszik az ipari parkban a munkaerőigény is. Már 4 éve érzékelhető, hogy elsősorban a műszaki szakemberek területén, de a szakképzettséget nem igénylő munkaerőpiacon is nagy a hiány a cégeknél. A legnagyobb probléma természetesen az, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a megoldást, amivel ezt a problémát orvosolni lehet, hiszen az iskolából kijövő generációt nagyon gyorsan felszippantja az itt működő vállalatok. Szerencsére, azt kell mondjam, hogy szerencsére a városban és a térségben folyamatosan nő a munkaerőigény. Most is egy új német betelepülő cég jelent meg a városban, aki éppen ezen a héten kezdte meg a termelését egy bérelcsarnokban, aki tovább feszíti ezt a munkaerőpiaci helyzetet. A nyírbátori vállalatok folyamatosan bővülnek, és ez azt jelenti, hogy mind a betanított munkaterületén, mind a szakképzett munkaterületén egy folyamatos, évről évre növekvő, hónapról hónapra folyamatosan megjelenő új munkaerőigény van, amit a piac nem tud kielégíteni. Nyírbátor polgármestere szerint a probléma megoldásához olyan oktatási rendszert kell kialakítani, amely segít a fiataloknak és azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik szakképzettséggel el tudnának helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Az elmúlt évben közel 1000 új munkahely jött létre a városban, aminek a feltöltése most is folyamatban van. A mostani megállapodások szerint a következő években is mintegy 600 munkahely jön létre az ipari parkban, ami azt jelenti, hogy havonta akár 50-100 fő felvételét is tudják majd biztosítani ezek a multinacionális vállalatok. Nyírbátorba 64 településről érkeznek a dolgozók, ők szervezetten buszjáratokkal jutnak el a munkahelyükre. Ám mivel ez a sok utazás megterheli a munkavállalókat, a város vezetése azt tervezi, hogy új lakóparkot építenek, ahol lakások vásárlására és bérlésére is lesz lehetőség. A korábbi városháza épületébe költözött át a kemecsei rendőrőrs. A rendőrök korábbi központjának felújítása jelentős költségekkel járt volna, ezért Kemecse vezetése felajánlotta az egykori városházát. Most ott működik a rendőrőrs, amely 25 munkatárssal felel a környék biztonságáért. Jó napot kívánok! Erő! Erő! Egészséget! Ez az épület volt korábban Kemecsén a városháza. Mostantól hivatalosan is itt működik a helyi rendőrőrs. Ma egy olyan ünnepségen vehetünk részt, ahol az önkormányzat és az állam példás együttműködésének lehetünk mindannyian tanúi. Kemecse város önkormányzata és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság együttműködésének köszönhetőenek a kormány tudomásával valósulhat meg a nyíregyházi rendőrkapitányság kemecsei rendőrös új épületbe való költözése.
A város ingyenes használatba adta a korábbi önkormányzati ingatlanként funkcionáló épületet a megyei rendőrfőkapitányságnak azzal, hogy ott kerüljön kialakításra és elhelyezésre a kemecsei rendőrös. A korábbi rendőrös felújítása jelentős költséggel járt volna, mondta az új rendőrös átadó ünnepségén a kemecsei polgármester. Lipők Sándor kiemelte, már évekkel ezelőtt tettek azért, hogy modernebb, erőteljesebb legyen a rendvédelem a környéken. 2012-ben jó magam tárgyaltam belügyminiszter úrral, még akkor országgyűlési képviselőként, és szóvá tettem azt, hogy Kemecsén az állományi létszám és annak a betöltetlenségi állapota az komoly gondokat okoz a térség közrend közbiztonsága érdekében. Belügyminiszter úr nagymértékben segített minket abban, hogy ez az állományi létszám feltöltése kerüljön, és azt jelenti, hogy akkoriban 15-ös állományról beszéltünk, most 25 fő tartózkodik, vagy van a kemecsei rendőrös állományában. A kemecsei rendőrös a nyíregyházi kapitánysághoz tartozik, a rendőrök 7 településen felelnek a közbiztonságáért. A megyei közgyűlésnek is kiváló, a megyei önkormányzatnak kiváló a kapcsolata a rendőrséggel. Nem is olyan régen volt a rendőrségi beszámoló, amit egyhangúan fogadott el a testület, és ez is példája annak, hogy valóban nagyon jól működik a rendőrség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedő eredményeket produkálnak, és mint látható, kiváló kapcsolatot ápolnak a települési vezetőkkel is, amelynek egy ékes példája a jelen beruházás. A kemecsei rendőrök modern irodákban korszerű eszközökkel dolgozhatnak, valamint kamerákkal figyelik a város különböző pontjait. Egy kutyás járőrszolgálatot is sikerült beállítani a kollégáink közé. Volt olyan kollega, aki szívesen foglalkozik kutyával, elindítottuk a kiképzési menetet, és most itt az udvaron felállított új kenelbe már ez a szolgálati kutya is található. Nem csak rendőrkutya, hanem ez az új rendőrautó is segíti a kemecsei rendőrök munkáját. Ellenőrizhetik a pontszámaikat a felsőoktatásba jelentkezők. Az interneten, az e-felvételi rendszerben már láthatják az egyes helyeken számított összpontszámukat és annak részleteit. Az oktatási hivatal közleménye szerint a július 12-éig beadott kérelmek és dokumentum másolatok feldolgozása folyamatosan történik, egészen július 26-áig a ponthatárok közzétételéig. Az esetleges adminisztratív hibák, pontszámítási eltérések miatt érdemes ellenőrizni az összesített pontokat, és július 21-éig lehet felülvizsgálati kérelmet kérni. A kérelmet az e-felvételi rendszeren keresztül lehet benyújtani. Duplájára emelkedtek az albérlet árak 2014-hez képest. Az emelkedés nem csak a fővárosban, de a nagyobb városokban is jellemző. Nyíregyházán például egy 50 négyzetméteres távhős társasházi lakást 70-80 ezer forintért is kiadnak. Érdekesség, hogy nem az egyetemisták keresik az albérleteket. Amióta a kampuszt bővítették, nem jellemző, hogy a nyár végén az egyetemisták keresik a kiadó lakásokat a megyeszékhelyen. A városban a kiadó ingatlanok ugyanis magas áron futnak, a kollégiumi elhelyezésért pedig jóval alacsonyabb árat fizet a hallgató. Mindezt az egyik nyíregyházi ingatlanos hálózatnál mondták el. Szinte csak azt tudom mondani, hogy egy-két olyan egyetemista van, aki esetleg albérletet keres. Ezt is inkább úgy, hogy vagy ő, vagy a szülők vásárolnak egy lakást, és akkor egy-két társával közösen úgymond beköltöznek abba a lakásba. Főleg a korábbi devizahitelesek, akik elveszítették házukat, vagy akik úgy adtak el lakást, hogy nem tudtak tovább lépni, keresnek albérletet, ami most drága. Két évvel ezelőtt még ilyen 1000 forint per négyzetméter áron lehetett albérletet bérelni, tehát most egy számszaki példa, 50 négyzetméteres lakást 50 ezerért, maximum 50 ezerért tudtak az a tulajdonosok is kiadni. Ez most már azt kell mondjuk, hogy 1700-2000 forintot is megközelíti a négyzetméter árak. Az albérleti díj sokszor magasabb, mint egy lakáshiteltörlesztő, aki munkahely miatt jön a városba, inkább lakást vesz. Bő egy hónappal ezelőtt mutatták ezt a nyíregyházi ingatlant stábunknak. Megtudtuk, hogy a kisebb alapterületű 50-60 négyzetméteres használt lakások hamar elkelnek. Az ilyeneket befektetési céllal is keresik az ingatlanpiacon. Mindenféleképpen a felújítottabb jellegű ingatlanokat keresik. Szigetelt társasházban lehetőleg műanyagi lezárósakat. Ezekre van per pillanat a legnagyobb kereslet a piacon.
Az albérletek a fővárosban a legkeresettebbek, de vidéken is, ahol vannak munkahelyek, van érdeklődés. A bérbeadók 2-3 havi kauciót is el szoktak kérni. Az ingatlan közvetítők arra hívják fel a figyelmet, érdemes írásos szerződést kötni a bérbeadónak és az albérlőnek is. A szerződésben fizetési határidőket, közüzemi díjak fizetési módjait is rögzíthetik. A vidéki nagyvárosokban kevesebb albérletet adnak ki, mint a fővárosban. Két súlyos sérültje van annak a balesetnek, amely szerdán kora délután történt a 4-es számú főút és a 403-as elkerülő találkozásánál. Egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze, előbbi az árokba borult. A mentők 4 kocsival érkeztek a helyszínre, és a sérülteket a nyíregyházi kórházba szállították. A helyszínelés idején teljes útzár volt az érintett szakaszon. 70 fogyasztó maradt átmenetileg áramszolgáltatás nélkül Vaján kedd este, amikor egy személygépkocsi villanyoszlopnak ütközött a Láner utcában. A balesetben 2 sérültek meg. Az ütközés következtében a villanyoszlop kitört, a vezetékek leszakadtak. A Baktalóránházi hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították és biztosították a helyszínt a szolgáltató kiérkezéséig. Kis pandaikrek születtek a nyíregyházi állatparkban. Az apróságokat hamarosan láthatják, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Távolugrásban döntőbe jutott, és ott a 12. helyen végzett Leveleki Bence Tbilisziben az ifjúsági Európa-bajnokságon. Bár a nyíregyházi atléta hármasugrásban is kiharcolta az indulás jogát, abban a számban nem állt rajthoz Bakosiné Szenci Erika tanítványa. 5 új játékossal a soraiban készül a megyei első osztályú bajnokság rajtjára a Máté Szalkai futballcsapat. A legutóbbi szezonban 8. helyen végző MMTK a legjobb 6 közékerülést célozza meg. Siska Attila együttese a nyitófordulóban Nagyhalászban lép pályára. Kispandaikrek születtek a nyíregyházi állatparkban. A kispanda szülők 2 éve érkeztek Sóstóra az Európai Fajmegőrzési Program keretében. Az apróságok világra jötte azért is örvendetes, mert fogságban nagyon ritkán szaporodnak a macska-medve félék családjába tartozó állatok. Minden kisállat születése nagy dolog egy állatkertben, de ha ilyen igazi cuki ikerpárról van szó, akik veszélyeztetett állatok, az külön örömöt jelent. Mivel rendkívül stresszérzékenyek, csupán pár percre egy állatorvosi vizsgálat erejéig vették ki gondozóik odújukból a 2 csöpséget. A kicsik gyönyörűek, egészségesek, jelenleg 5-7-esek. Már látható, hogy a szürke szint kezdik elhagyni, és vöröses szőrnő ki mindenhol a testfelületükön. Az is látható, hogy kinyílt a szemük, ez koruknak megfelelő, hiszen körülbelül 4-7-esen kell, hogy elkezdjen kinyílni a szemük, hiszen csukott szemmel jönnek a világra. Mindkét kispandánk nőstény, ivarú. A nyíregyházi kispandaszülők 2 éve élnek együtt az Európai Fajmegőrzési Program keretében. Ting-Ting Pozsonyból, míg Szecsuán a Dublin Zooból érkezett Sóstófürdőre. Jelenleg Európában alig 250 kispanda él állatkertekben. A kispanda populáció Ázsiában őshonos fajról van szó, szóval az utóbbi 50 évben 40%-kal csökkent. Egyrészt élőhelyük csökken, másrészt pedig az orvadászat tizedeli állományukat. Éppen ez egy hatalmas szenzáció, hogy ugye a fogságban nagyon ritkán szaporodó állatok köznál egy ikerpállátot itt napvilágot a nyíregyházi állatparkban. Az anyaállat eleinte szinte egész nap kölykeivel volt az oduban, s bár most már egyre többször hagyja el a fészket, folyamatosan visszajár hozzájuk, gyakran szájában hordozza az apróságokat. Az óriás pandák a világ kedvencei, de legalább ugyanolyan aranyosak névrokonaik, a vörös macskamedvék, akiket kispandának is neveznek. A panda név a 19. században csak a vörös macskamedve neve volt. A kispanda név az óriás pandától való megkülönböztetésre szolgál, amelyet később ismertek meg, és szintén pandának neveztek el. A vörös macska medve elnevezése az állat medvére emlékeztető külsejére utal, ráadásul ugyanolyan jól mászik fára, illetve nyalogatja magát tisztára, mint a macska. Távolugrásban döntőbe jutott, és ott a 12. helyen végzett Leveleki Bence Tbilisziben az ifjúsági Európa-bajnokságon. Bár a nyíregyházi atléta hármasugrásban is kiharcolta az indulás jogát, abban a számban nem állt rajthoz Bakosiné Szenci Erika tanítványa.
A sportág történetében első ízben rendeztek ifjúsági Európa-bajnokságot, a kontinens viadalnak a grúziai Tbiliszi adott otthont. A 42 atlétás számláló magyar csapatban ott volt a nyíregyházi Leveleki Bence is, aki a távolugrás selejtezőjében a mezőny legfiatalabbjaként 706 cm-t ért el, és ezzel bejutott a döntőbe. A finálé már kevésbé sikerült a még 16. születésnapja előtt álló versenyzőnek, aki 683 cm-es eredménnyel a 12. helyen zárta az EB-t. Boldognak boldog vagyok, de elégedetnek nem annyira elégedett, mert a döntőben nem sikerült kihozni magamból a maximumot, és emiatt maradt bennem egy kis bizonyítási vágy. Leveleki Bence edzője szerint tanítványa akár előrébb is végezhetett volna az Európa-bajnokságon. Egy kicsit csalódott voltam, mert hogyha azt ugorja, amit a selejtezőben ugrott, akkor benne van az első nyolcban. A döntőben az első ugrás egy nagyon jó ugrás volt, 7-20 fölötti volt, de sajnos belépett, utána pedig már görcsölt, így elerülködte az egészet. Nem hajtotta végre rendesen a feladatot, tehát nem tolta végig az ugrásokat, elkapta a lábát, és így csak 6-83 lett. Ez pedig a 12. helyre volt elég. Bár Leveleki Bence hármas ugrásban is elindulhatott volna, ő is elkapta az egész mezőnyt elérő vírusos fertőzést, így abban a számban nem állt rajthoz. A fiatal atléta jövő hétvégi felnőtt országos bajnokságon már szeretne ott lenni a távolugrás mezőnyében. Öt új játékossal a soraiban készül a megyei első osztályú bajnokság rajtjára a Máté Szalkai futballcsapat. A legutóbbi szezonban 8. helyen végző MMTK a legjobb 6 közé kerülést célozza meg. Siska Attila együttese a nyitófordulóban nagy halászban lép pályára. Július 5-én kezdte el a felkészülést a Máté Szalkai futballcsapat, amely a legutóbbi szezonban újoncként a 8. helyen végzett a megyei első osztályú bajnokságban. A szakmai munkát továbbra is Siska Attila irányítja, a játékos keretben azonban volt némi változás. Petrohai Miklós, Petrohai Gergő, Sarkadi Soltész és Katona távozott, Rézműves Ferenc pedig befejezte pályafutását. Pótlásukra 5 új futballista érkezett, Jeddi Béla és Szatmári Sándor Tiszakanyáról, Szatmári Dávid és Sándor Dávid Szakolyból, Kis Roland pedig Nagyhalászból tette át a székhelyét Máté Szalkára. Mellettük 5 utánpótláskorú játékos is a felnőtt kerettel készül. A szakvezető szerint a feltételek adottak ahhoz, hogy az előttünk álló szezonban előrébb lépjenek a tabellán. A megyei bajnokságban szerintem mi nagyon jó feltételekkel rendelkezünk, ha csak körülnézünk itt a létesítményben, akkor ez az öltözőépülettől a pályákig elmondható. Ráadásul a szakosztályvezetés is előrelátó volt, tehát az igazolásainkat úgy intézték, hogy mire az első edzés elkezdődött, már minden adott volt az új keret. Itt már menet közben nincsenek változások. Így aztán azt mondom, a tavalyihoz képest az a legnagyobb előrelépés, hogy egyrészt ismerjük egymást, már a csapat meg én, másrészt jól jött ez a frissítés, úgy látom, a néhány új játékossal. Így aztán én bízom benne, hogy nagyobb reményeink lehetnek, mint a tavalyi bajnokságban. A szakosztály vezetése az első 6 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként. A csapat kapitánya szerint elég erősek ahhoz, hogy ott legyenek a mezőny első harmadában. Fiatalok vagyunk. Úgy érzem, hogy jól igazoltunk, és hát szeretném, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán. Mindenképpen látom a lehetőséget benne, úgyhogy a tabella felső, vagyis a felső házába szeretnénk ott lenni. Rövid passzos játékot játszunk, gyorsak vagyunk, és vannak olyan játékosaink, akik azért meghatározóak, és meccseket tudnak eldönteni magukban is. A Máté Szalkai MTK legközelebb szombaton 10 órától hazai környezetben a Szatmárnémeti Sportiskola csapatát fogadja. A bajnokság nyitófordulójában augusztus 14-én Nagyhalászban lép pályára Siska Attila együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Munkaerőhiány van a megyében letelepedett multinacionális cégeknél. Elsősorban műszaki szakemberekre és betanított munkásokra lenne szükségük. Nyírbátorban a fejlesztések hatására havonta akár 50-100 fő felvételét is tudják majd biztosítani az ipari parkban folyamatosan bővülő vállalatok. Máté Szalkán is hasonló a helyzet, a Hoya ZRT-nél heti rendszerességgel van felvétel. A korábbi városháza épületébe költözött át a kemecsei rendőrőrs. A rendőrök korábbi központjának felújítása jelentős költségekkel járt volna, ezért Kemecse vezetése felajánlotta az egykori városházát. Most ott működik a rendőrőrs, amely 25 munkatárssal felel a környék biztonságáért. Duplájára emelkedtek az albérlet árak 2014-hez képest.
Az emelkedés nem csak a fővárosban, de a nagyobb városokban is jellemző. Nyíregyházán például egy 50 négyzetméteres távhős társasházi lakást 70-80 ezer forintért is kiadnak. Érdekesség, hogy nem az egyetemisták keresik az albérleteket. A Kölcsei Televízió iradóját látták július 20-án szerdán. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap mérsékelten meleg nyári időre számíthatunk. A térségünktől nyugatra elhelyezkedő anticiklon áramlási rendszerében nagyrészt száraz, egyre melegebb levegő érkezik fölénk. A kezdeti gomoly felhős egy-egy záporral tarkított időt követően éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyol felhőzet vonul fel, emellett gomoly felhők is képződnek, de ettől függetlenül mindenütt több órás átmenetileg szűrt napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű, délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szélsőségesen meleg időszaktól mentes, igazi nyári idő várható a következő egy hétben. A több órás napsütés mellett napközben erőteljes lehet a gomoly felhők képződés, és kisebb körzetekben hűsítő záporok, zivatarok is kialakulnak. Csapadékra legnagyobb eséllyel vasárnap számíthatunk. A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás, napközben a legtöbb helyen 30 fok körüli maximum valószínű.